because we did it for the glory. The glory, only the glory. We live and die the story. It's our story, all for the glory. Üdvözlet! Szeretném nektek prezentálni gyerekkorom egyik legmeghatározóbb rajzfilmjét, ami azok kevesek közé tartozik, amit mikor újra megnézek, nem gondolkozom azon, hogy hogy lehetett ilyen rossz ízlésem 8 évesként. Ez nem más, mint az 1987-es G.I. Joe mozifilm. G.I. Joe. A G.I. Joe, ha Magyarországon nem is, de Amerikában hatalmas kultusza van. De idehoz is biztos vagyok benne, hogy már mindenki hallott róla. Ha nem is a rajzfilm vagy az akciófigurák miatt, akkor az új nagy költségvetésű élőszereplős változatról igen. De hogy mi is az a G.I. Joe? A G.I. Joe bátor harcosokból álló különleges kommandó fedőneve. Célja megvédeni az emberiség szabadságát a kobrával, a világuralomra törő kegyetlen terrorszervezettel szemben. Egyszerűen imádom. Kiskoromban annyira belémégette a kapitalista jó kontra gonosz ideált, amiben a jó oldalt a szabadságért küzdő kapitalista katonák, a gonosz oldalt pedig a kommunista nácik, akik diktatúrába akarják sülyeszteni az egész világot. Innen is látszik, hogy több közös jellemzője is van a Transformers-el, mivel közös az atyuk, mert ha úgy nézzük, akkor pont ugyanarról szól. Ott az Amerikát megtestesítő Optimus, aki mindig a szabadság védelméről papol, a másik oldalt pedig az Amerika gyökeres ellentéte, Megatron, aki a diktátor diktátora, aki inkább elpusztul, mint hogy behódoljon másnak. Több közös jellemzőjük van, azon kívül, hogy a Kobra parancsnok angol hangja egyben Starscream hangja is, de a sorozatban többször jelennek meg az álcák, a Transformers-ben meg többször is utalnak vissza a G.I. Joe-kkal való kapcsolatukra. A képregényben meg egy konkrét ponton találkozik is a két történet. Vissza! G.I. Joe! G.I. Talán a sorozathoz képest a legjobb előrelépést a történetben fedezhetjük fel, ami most sokkal gigászibb és érezhetőben sötétebb az atmoszféra. Itt a G.I. Joe katonák végre kapnak egy erősebb ellenséget, akik végre megütik a szintjüket. És amire én nem számítottam, hogy megmagyarázzák a Kobra világhódító vágyának okát. Mi végre akarja ez a szervezet ennyire az egész világot? Miért nem jó nekik valami kisebb például? Nem akarok semmit se elárulni, de lesz benne néhány apró csavar, és kapunk egy teljesen új ellenséget, de a Kobrával való összefogásról szó sincs. Nehogy ezt gondolja valaki. Valamivel komolyabb lett, de nyíltan nem ölnek meg még mindig senkit, de mégis annyival komolyabban lehet venni. Bemutom a legelején az egyik kedvenc részemet. Illetéktelen behatolás a 45 per A szektorban. Thank you.
behatoló közeledik a trónteremhez, lezárna az összes szektor! Senki nem szállhat szembe Serpentorral! Végezzetek vele! A másik két dolog, amit kiemelnék, az a látvány és a zene. A rajzolás nekem személy szerint nagyon tetszik, és hogyha hozzávesszük, hogy 87-ben készült el, akkor az valami elképesztő. Hatalmas csaták, kidolgozott karakterek, és a mozgások is sokkal jobbak, mint régen voltak. A zenékről meg azért is egy pár szót, mert még ma is nagyon jó. Egy rajzfilm esetében ezek azért fontosak, mert a rajzfilmeknél általában az aláfestő zenék nem időtállóak. Például a Transformers-et tele zsúfolták 80-as, 70-es évekből is slágerekkel, amik biztos, hogy akkor tetszetősek voltak, de ma már értékelhetetlenek. Csak a nosztalgia faktort erősítik maximum. Ezért nagy szó, hogy a G.I. Joe zenéje még mai füllel is hallgatható. Kár, hogy az internetre senki nem rakta fel. A sorozatban rengeteg karakter volt, akik mind visszaköszönnek, ha csak egy-egy mondat erejéig is. Már a sorozatban is kedvencemmé vált Hentes őrmester, itt nagy szerepet kap, aminek én külön örültem, és akkora dumái vannak. Azért kerültél ide, mert ipari selejtnek bizonyultál. Nekem kell téged gatyába ráznom, és én nem viccelek. Innen csak kétféle módon távozhatsz, a lábadon, mint férfi, vagy visznek egy ládában, egy icike. Picikkel ládában. Igen, uram! Ezt már szeretem. Úgy felkellek a falra, hogy kiskanállal fognak onnan lekaparni, te kocsonya! Na de hogy mi az, ami igazán megfogott a G.I. Joe-ban? Az a hatalmas kreativitás és tervezés. Már alapból a kobrák, mint terrorszervezet, akik náci egyenruhákba flangálnak, profi felszereléssel próbálják a világot meghódítani. Ezek a piros kommandósok meg annyira jól néznek ki, hogy az egész filmben minden, a járművek, a fegyverek, az egész világ annyira ki van találva, és ezek a folyamatos harci üldések, mikor egyszerre az egész csapat kiabálja, hogy KOMMANDÓ! KOMMANDÓ! Viszont a kobra parancsnokkal annyira kitolnak. Egyik kedvenc karakterem nem is a jelleme miatt, hanem amilyen jól megvan írva az a jellem. Az a hatalomra törőbb, szánalmas, csúszómászó, akinek konkrétan nincs gerince. A magyar hangját meg annyira eltalálták. Nemezisz végrehajtó! Hozd vissza a kobra parancsnokot! Ne! Engedj el! Azonnal engedj el! Ez parancs! A G.I. Joe nekem örök élmény marad, és örülök, hogy még a sorozatból megvan egy tuzatnyi rész kazettán. És ajánlom, hogy nézzétek meg, és remélem, hogy elnyeri tetszéseteket. Nekem egy évszázad volt, mire rátaláltam neten, ezért feltöltöm ide a Blu-ray verziót nektek, szinkronosan, csak hogy akik kedvet kaptak, azok ne szenvedjenek már annyit a megtalálásával. Ennyi voltam, sziasztok! Na ezekkel is végezd meg, hogy egy csapatban játszunk, ördög! Vagy mindenki hazamegy, vagy senki sem megy haza!